Viszont az sem titok, hogy van nekünk egy költözavölgybe.hu oldalunk. Nem, még mindig nem az a cím. Nem. Költözavölgybe.völgyváros.hu oldalunk. Igen, ilyen hosszú című oldalunk van. Egy percben, Nóri, foglald össze, hogy mi ez a projekt. Kérlek szépen. Úristen, őszintén. Egy percet van. Tik-tak, tik-tak. Az óra indul most? Hát kitaláltuk azt, hogy mi is csatlakozunk azon városokhoz, akik próbálják ide csábítani, úgymond a... Most nagyon polgármesteres volt, igen. Bocsánat. Szóval, hogy próbálják ide csábítani az embereket, hogy költözzenek a városba, azokat főként megszólítva, akik... megunták tulajdonképpen a városi zsúfolt életet, és egy olyat keresnének, egy olyan helyszínt keresnének esetleg, ahol kicsit nyugosabb az élet, de mégis élhető, nem egy világvégi tanyáról van szó, ami szintén jó, tehát nem arról van szó, hogy ez ne lenne jó, de hogy valahogy a kettő közötti helyet keresnének maguknak, és erre hoztuk létre ezt az oldalt, ahol próbáljuk összefoglalni azt, hogy mit lehet tudni tulajdonképpen Salgótarjánról is, főként olyanokat, vagy olyan úgy megfogalmazva, hogy az tényleg olyanoknak szóljon, akik életükben először hallanak mondjuk Salgótarjánról, és itt megemlítjük azt, hogy milyenek itt a közösségi élet, milyen a munkalehetőségek vannak, milyen természeti kirándulási lehetőségek, stb. Stb. És emellett van még egy olyan része ennek az oldalnak, hogy történeteket, ezzel is alátámasztva az oldalt, hogy történeteket gyűjtünk azoktól, akik már meglépték ezt a lépést, és valami nagyobb városból ide költöztek, vagy még éppen ebben a folyamatban vannak, és hát a mostani vendégeink, akikkel most beszélni fogunk, ők is, nekik is jelent már meg történetük az oldalon, méghozzá most már a mai nappal kettő. Így van, és hogy minden igaz, akkor itt vannak a vonal túlsó végén, János és Eszter. Haló, haló! Haló, sziasztok! Hello, sziasztok! Hello. Szép estét nektek! Ugye volt egy első történet tőletek, amikor megbeszéltünk is, nem tudom, amikor áprilisban, amikor én beteg voltam, hogy elindult nektek is a kis saját költözz a völgybe történetetek, kinéztetek egy telket, és akkor nagyon nagy elánnal, nagyon nagy fellendüléssel álltatok ezen projekt előtt. Mik történtek az elmúlt időszakban? Meséljetek nekünk, nagyon kíváncsiak vagyunk. Hát, igen. Hát valahol ugye, amikor legutoljára beszéltünk még telefonon tavasszal, akkor tényleg ott tartottunk, hogy ugye határozottan eldöntöttük, hogy igen, Salgótarjánba szeretnénk visszaköltözni. Hathatós közbenjárásotoknak hála is, ugye. Úgy láttuk, hogy egy nagyon jó közösség épül itt, így a fiatalokból itt a városban, ami minket is így motivált erre. És hát kerestük ugye, hogy hol lenne jó megtalálni a helyet, és megnéztünk ugye több különböző opciót is. És hát eleinte ugye néztük, hogy nagyon sok lakás van, nagyon széles lakáskínálat van, használt lakáskínálat, családi házakból is nagyon sok volt. De aztán végül mégis abban maradtunk, hogy valószínűleg építkezni fogunk, mert nagyon konkrét elképzeléseink voltak, és így hát nehezen láttuk meg ugye a meglévő kínálatban azt, amire mindannyian vágyunk, úgyhogy áprilisban, meg tavasz táján, most nem is tudom, ezt májusban végül? Májusban szerintem végül. Májusban lett, amikor meg tudtuk vásárolni a telket a Salgó vagyontól, ő a Salgótarjáni önkormányzatnak ugye a ingatlan kezelője, és akkor írtak ki ugye egy pályázatot egy Frigyes körúti telekre, ami korábban nem is volt ugye ilyen építéstereknek minősítve, hanem előtte egy ilyen közparknak a része volt. Ez egyébként történetesen nagyon közel van Gabihoz is, konkrétan jelenleg most ugye szomszédok vagyunk, bár csak ugye telek szomszédok még nem lakunk ott, hogy hamarosan eljön tényleg. Az előző poén után ez nem tudom, hogy áldás vagy átok. Idővel meglátjuk. Hát Gábort mindketten nagyon szeretjük, úgyhogy alig várjuk tényleg, hogy eljöjjön ez a... Igen. Egyébként nem akarom nagyon elspoilerezni a történetet, amit ugye megírtunk végül is most ugye a következő kis története részletnek. Ugye Nóri mondta, hogy én meg fog jelenni, így a mai napon a Költözz a Völgybe oldalon. Már meg is tele nagy tett, ott is el lehet olvasni. Igazából tényleg a csattanója tényleg csak annyiban merült ki, hogy megtaláltuk végül is ezt a helyszínt, és hogy akkor tényleg miket vizsgáltunk meg előtte, meg hogy milyen érdekességeket láttunk, mi volt ennek az útnak így a főbb állomásai, azt ugye mindig így leírtuk ezt erre ebbe a bejegyzésbe.
De tényleg, tényleg, tehát nagyon örültünk tavasszal, hogy sikerült ezt meglépni és megnyerni ezt a pályázatot. Egy kicsit még volt ott az elején aggodalom, ugye, mert hogy is volt ezt, hogy az államnak is... Az államnak elővásárlási joga volt, és akkor ez még egy hónappal így kitolta az adásvételi szerződést, mert meg kellett várnunk, hogy az állam lemondjon róla. Szerencsére lemondott, nem akartam megtartani. Így van, tehát nem is csak az önkormányzat. Állam bácsinak nem kellett a Salgói város panorámás telek? Igen, nem kellett valamiért. ők nem látták meg benne, hogy a fantáziát, mint ahogy mi láttuk meg, de hát mi nagyon beleszerettünk tényleg abba a környezetbe, meg a panorámájában, ami van ennek a teleknek, meg tényleg a nyugodt természetközeliség, így minden pozitívom is Salgó tarjánban így minket is vonz az ott. Úgy érezzük, hogy nagyon közel van. Úgyhogy most ilyen lilaködös romantikával vagyunk ehhez a helyszínhez. És hát majd látni is fogjátok a fényképen egyébként, amit ugye mellékeltünk ez a bejegyzéshez, hogy hát bár a panoráma kilátás nagyon szép, meg tök jó helyen van, viszont egy borzasztó dzsumbúj, meg bozótos volt ugye az egész telek, teljesen ilyen ápolatlan, meg karbantartás nélkül évek óta ugye ott volt, és nagyon benőtte a susnya. És hát ugye minden tervezést ez ugye eléggé megakadályoz, mert hát ugye el kellett volna kezdenünk ugye közművesíteni, meg ugye építészeti terveket kitalálni, de azt így, hogy ennyire susnyás volt, hát nagyon felmérni se tudtuk, azzal is megküzdött eléggé a helyi földmérő, akit felmértünk, hogy segítsen. Úgyhogy meg kellett várnunk az augusztus végét, amíg a madárkák másodköltése is lezajlik, és kirepülnek, és akkor lezúztuk a telekről a nagy bozótost. A nagy bozótost, és akkor most már egész jól látszik a terepviszony. Telepítettünk egy kamerát is, úgyhogy amikor munkahelyen úgy gondoljuk, hogy kicsit pihenni szeretnénk, akkor haza szoktunk látogatni így virtuálisan, és megnézzük, hogy ez nagyon jó. Mit is dolgozunk. És gondolom rögzíti majd a munkavégzést is. Igen, szeretnénk majd timelapse videót készíteni az építkezésről. Az építkezés folyamatáról. Hát most egyelőre annyira van, ahogy a telekről levágták a fák, vagy kivágták a fákat, meg ledarálták a lombokat. Igen, mert erre is próbáltunk figyelni, tehát ugye alapvetően, mivel azért is menekülünk Budapestről, mert hogy ezt a hatalmas nyüzsgést és környezetterhelést itt ugye mi is így átéljük, ez azért eléggé kellemetlen érzés, meg szorongató, hogy ebbe így benne vagyunk, és úgy voltunk vele, hogyha most hazamegyünk Salgótarjánba, és elkezdünk ugye építkezni, ami alapvetően nyilván egy környezetterhelő tevékenység, akkor jó lenne azért minimalizálni itt a károkat, és hát próbáljuk ugye így csinálni ezt az egészet, ezért is vártuk meg, hogy a nyár végét, hogy ne bolygassuk annyira a természet, amennyire nem muszáj, illetve miután ugye kivágtuk a bozótos, ugye kb. Három lehetőségünk volt, hogy mi csinálunk ugye a rengeteg zöld hulladékkal. Az egyik az volt, hogy nagyon sok körrel teherautóval elszállítatjuk valami komposztáló helyre, az elég sok üzemanyagot éget el. A második lehetőség az lett volna, és ez talán a legolcsóbb, hogy ott helyszínen elégetjük, ugye a bozótos. A szomszédok nem megörültek volna. Így van, meg úgy tudom. Jó kis bemutatkozás. Jó kis bemutatkozás, biztos megszerettetnénk ott magunkat, Gáborral különösen. És hát ugye igazából ezt is elvetettük, úgyhogy maradt a harmadik és sajnos legköltségesebb megoldás, hogy helyszínen ledaráltattuk a zöld hulladékot, és ott komposztáljuk a telken. Ez itt talán a legkörnyezetkímélőbb megoldás, de hát ez is volt a legköltségesebb, viszont találtunk egy nagyon, nagyon talpra esett segítők és Salgótarjáni vállalkozást hozzá, és segítségükkel csináltuk meg, így legalább helybéli vállalkozókat tudtunk ezzel is támogatni. Így van. Úgyhogy most egész jók a viszonyok. Most már látjuk a terepviszonyokat, és így a építéssel is elkezdtünk már tervezgetni. A vázlattervek vannak, és akkor most már készülnek a különböző változatok. Mielőtt erre a tervezésre egy kicsit rátérnénk, én visszatérnénk erre a telekválasztásra, és kicsit spoilerezzünk a cikkbe, mert nem hiszem, és úgy mondanám, hogy vannak olyan emberek, akik ezt a műsort mondjuk nézik, de lehet, hogy a cikket nem találják, és fordítva. Úgyhogy én kitérnék arra a részre, ami engem nagyon megfogott, hogy ti elindultatok egy várostúrára, és végignéztétek a város különböző helyeit sétálva,
ez nekem nagyon izgi volt, hogy ennyire felkészülten álltatok ennek neki az egésznek, meg úgy, ahogy már kiderült, a környezettudatosság is nagyon egy fontos dolog ebben az egész történetben. És szempontok alapján értékeltetek. Mik voltak ezek a szempontok, hogyan zajlottak ezek a városnéző túrák, séták? Hát az elsődleges szempontunk az volt, hogy ne legyen nagy smog és büdi a területen, úgyhogy kitaláltuk, hogy akkor az legjobb lenne az, hogyha a fűtési szezonban látogatnánk el a kiszemelt telkekre, mert akkor így le tud, és nem is csak hogy simán a fűtési szezonban és este, amikor mindenki otthon van és fűt. Igen. És akkor így elég gyorsan ki tudtuk szűrni, hogy hova nem érdemes mégse költözni. Uh-huh. És mik voltak ezek helyek? Igen, tehát vannak olyan városrészek, ahol kicsit ugye jobban így meg tud ülni sajnos a füst, hogyha a környéken mondjuk nem tudnak a jó minőségű tüzelőanyaggal fűteni az emberek. És hát ezek jellemzően az ilyen nagyon dombaljában lévő, ilyen széltől, ilyen jobban védett helyek voltak. Nem különösebben neveznék meg városrészt, mert mindenhol volt olyan, hogy tényleg ilyen pár méteres különbséggel változott a széljárás, meg az, hogy ez így mennyire tud megülni az ott helyen a füst. És ez igazából is biztos, hogy mindenkit annyira zavar, mert na, sok éve élnek azért az emberek ilyen levegő minőségben. Nekünk viszont ez egy nagyon fontos kiemelt szempont volt, ugye, amire hangsúlyt fektettünk, hogy nekünk, tehát a levegő minőség az ilyen top 3-ba volt ilyen szempontok között, így mindenképpen Salgótarjánon belül is olyat akartunk keresni, ahol tényleg lehet, hogy kicsit szelesebb, meg ugye magasabban van, többet kell fölmászni a telekhez, de legalább ez segít abba, hogy ott jobban tiszta legyen a levegő még télen is akár. Igen, akkor a másik szempontunk az a kilátás volt, illetve a tér. Mert azért most Budapesten lakunk, itt azért eléggé össze vannak az emberek zsúfolódva, mert nagyváros, és szerettünk volna egy kicsit nagyobb teret, ahol nem feltétlenül halljuk az összes szomszéd minden. Gábornak van egy nagyon jó csendes szobája, úgyhogy nem fogtok tőle semmit se hallani. Igen, már kipróbáltuk a csendes szobát. Igen, nagyon jó egyébként, Gábor, tényleg Beszálltok engem oda, és akkor nyugi van. Nem hallod csak, amikor beszélek a számítógéppel. Onnan nem jönnek ki a szóviccek sem. Ja. Igen, úgyhogy ez is fontos szempont volt, hogy legyen egy ilyen tér élményünk is, meg ilyen kellemes távolság is a szomszédoktól, mert hát nyilván szeret az ember jó szomszédokhoz közel lenni, de azért megvan a távolság. De tőlem távol maradni. Köszönjük, egyszerűen leperesni a székről. Bocsánat, ez a mondat engem egy kicsit kizökkentett, igen. Bencét elveszettük, mi figyelünk. És mi volt a következő szempont? Hát szerettünk volna erdős részen is lakni. Igen, aztán igen. Aztán ezt így a nagyon erdő közepét azt elvetettük. Ezt is leírtuk a blogban, hogy miért. Igen. Úgyhogy végül egy olyan helyet választottunk, ahol inkább látjuk az erdőt, de nem teljesen benne lakunk. Igen, mert nagyon szép romantikája van annak, hogyha az ember tényleg ilyen hatalmas fák körül lakhat, és aggóta emberre elég sok lehetőség van, mert lehet talán tényleg ilyen, hát nem is telkeket, de azért házakat, amelyek kvázi tényleg az erdő ott van már az udvarukban, és ez nagyon-nagyon jó, de hát mi egy olyan telket találtunk, ami tulajdonképpen tényleg egy bazertőben volt, és ennek nagyon sok olyan hátránya is volt, ami gyorsan felülírta itt az építkezési képzeléseket, vagyis hát, hogy igen, tehát szívás lett volna oda megvalósítani a házat, amit elképzeltünk. Úgyhogy talán ezek voltak így a fő szempontok, hogy ez is megény, ez a természetközelség, és ja, tehát tudtunk válogatni Tarjánban, én azt érzem, hogy nem is volt olyan nagyon nagy a kínálat, mégis megvolt ez a válogatás élményünk, és tényleg nagyon jó volt ez, hogy nyakunkba vettük a várost, és így sétával, kirándulással, akár konkrétan megkérdezve helyi embereket is arról, hogy melyik házeladó, tudnak-e arról, hogy melyik eladó, rengeteget hallottunk arról, hogy egyébként nem hirdetett, internetes oldalakon nem hirdetett házak is vannak eladók. Ezt amúgy nem is mi találtuk ki, hanem az egyik barátunktól hallottuk, egy pár, aki szintén egyébként Budapestről költözött most vissza Nógrád megyébe. Ők néztek Etesen is házakat, meg azt hiszem Mátra Terenyén
vettek végül, ugye? Igen, és ők például falusi polgármestereknek írtak ilyen, hát kvázi önéletrajzot, hogy szeretnének oda költözni, mit tudnak nekik ajánlani. így van, és volt, megfuttatták a helyi polgármestereket, és akkor ők meg készséggel segítettek nekik, és felkutattak eladó házakat, és így tálcán kínálták nekik a lehetőségeket, és ez mondtam, wow, ez annyira jó ötlet, hogy valami hasonlót mi is megpróbálunk, és bár Sagutarján azért mégse egy ilyen kisebb falu, mégis egy megyeszékhely, azért úgy éreztük, hogy az önkormányzatnál tán erre nem fordítanak energiát, de az, hogy tényleg menjünk oda az emberekhez, beszélgessünk a helyi billékkel, és kérjünk információt, ez nagyon hasznos volt, és egy csomó lehetőség is ugye megnyílt. Bár ugye ők eladó házakról tudtak inkább infót adni, és akkor még nem döntöttük el, hogy tényleg házat veszünk-e, vagy telket. Végül ugye mégis a telek mellett maradtunk, de tényleg ezt mindenkinek tudom ajánlani, aki ugye igazából bárhol az országban, de főleg Salgótarján volt, hogyha ellen szeretne ugye telepedni és keres valamit, akkor ne csak az internetre hagyatkozzon, hanem tényleg érdemes sétálni és megkérdezgetni a házuk előtt sepregető embereket. Megbeszélni kell a polgármesterekkel. Igen, de egyébként ez szerintem valahol, nem is tudom, picit ilyen sajnálatos talán, hogy a mai világban nem lehet úgymond mindent elérni az interneten, és most nem arról van szó, hogy... A polgármestereket mondjuk? Nem, hanem inkább arra gondolok, hogy meg lehetne, tehát hogy nem is az, hogy az embereket kellene arra kötelezni, hogy mindenképpen rakják fel az eladó valamilyeiket a honlapra, vagy az internetre, hanem inkább arra, hogy a másik irány, tehát hogyha van egy olyan település, aki azt akarja, hogy oda költözzenek emberek, akkor neki úgymond ez szerintem egy ilyen valamilyen szinten kötelessége kellene, hogy legyen, hogyha bárki tényleg, ahogy te is mondod, oda megy egy e-maillel, hogy figyelj már, miket tudnál nekünk ajánlani egy ilyen önéletrajz alapján, egy kicsit furcsa dolog, de végül is miért, ne? Hogy akkor igenis ki kellene tudnia szerintem szolgálni ilyen igényt, főleg, hogyha tényleg azt akarja, hogy oda költözzenek. Lehet, hogy egy Budapesten ez ugye nem fontos, mert Budapesten amúgy is költöznek a népek, de mondjuk, hogyha Salgótarjának célja ez, hogy ide költözzenek emberek a világból, akkor szerintem igenis célszerű, és ugyanígy akár a kisebb településeknél is, hogy legyen egy ilyen mindig egy napra, lehetőleg valamilyen szinten naprakész lista, amit így csak át tud küldeni, és azt mondani, hogy itt van, figyeljetek, választottok ebből, és persze biztos lesz olyan, ami nem kerül fel, mert ahogy ti is mondjátok, hogy itt a szomszédsági viszonyokból, meg az ilyesmi pletykákból lehet kitalálni, hogy ő tényleg el akarja adni, de legalább az, hogy van egy valamiféle próbálkozás arra, hogy tudnak ilyennel szolgálni, az szerintem kellene, hogy legyen. Ebben nagyon-nagyon nagy igazság van, tehát hogyha egy város szeretné, hogy ide költözzön valaki, akkor lehet bufogtatni ilyesmiket, hogy mit tudom én, adókedvezményt adunk egy cégnek, vagy ilyesmi, de hogyha a legalapvetőbb dolgokban nem támogatjuk, hogy hova lehet költözni, akkor nyilván ezzel megkeserítjük az ide költözők életét. És ugyanúgy, hogy már többször fejtegettük, hogy Salgótarján sok szempontból a internet bugyrai alatt él, tehát itt olyan kincsek vannak elrejtve, amit online nem is lehet tudni, hogy létezik, sőt, hogyha fizikailag itt laksz még, akkor sem biztos, hogy ismered ezeket a lehetőségeket. Ugyanúgy mit várunk el akkor, ha valaki ide akart költözni messziről? Nyilván ő teljesen esélytelen arra, hogy jó döntést hozzon. Úgyhogy hát akkor a megoldás az, hogy a Völgyvárosnak a költöző völgybe oldalához csinálunk egy appot, amivel segítjük az ideköltözőket, és elmondjuk nekik, hogy hol legyenek, vagy azért ne akarjunk már minden dolgot a nyakunkba venni. De ezt nem tudom, hogy akarunk-e minden dolgot a nyakunkba venni, ez tény is valahogy nem biztos, hogy nehéz lenne ezt megcsinálni. Sőt, viszont tényleg az a probléma része, hogyha lehet így fogalmazni, hogy ugye tényleg ezeket a pletyka által terjedt eladó infókat valahogy mégiscsak el kell tudni érni, vagy hogy valahogy ösztönözni a népeket arra, hogy ezt tényleg jobban töltsék fel maguktól. És nem feltétlenül arra, hogy most az ingatlan.com lesz mindenképpen az első, és ez tényleg nem reklámhelye, de hogy általában mindenki oda megy, és nézegeti ezeket a kereséseket. Tehát egy nem az, hogy feltétlenül mindenki oda töltse fel, persze, de hogyha van egy ilyen helyi összefoglaló oldal, ami pont azoknak szól, akik esetleg ide akarnának költözni, szerintem ez egy tök jó platform arra, hogy emellett egy ilyen ingatlan lista is megjelenjen. És akkor pont a célközönségnek jut el a megfelelő információ. És igen, akkor... igen, ez amúgy tényleg jó ötlet.
És akkor hogyan álltok most a tervezésről? Ugye erről is beszéltetek, hogy akkor most már látjátok azt, hogy na mire lehet építkezni, mik azok az alapok, mik azok a domborzati, hát nem tudom, pozitív vagy negatív előnyök, amikkel tudtok gazdálkodni. Hogyan álltok ezzel? Hát volt egy nagy volumenű elképzelésünk, aztán ezt egy kicsit le kellett csökkenteni, úgy lefelezni. Hát minden álmunkat beletettük azért az első koncepciókba. Tehát ilyen nyilván... buliszoba, könyvtárszoba, bár, meg akármi. Amúgy nagyon fontos funkciók. Nyilván akkor ezt az első építészről első konzultáción akkor mondta, hogy hát nem vagyunk mi bankigazgatók, úgy tudja. Mondtuk, hogy hát valóban nem. Akkor mondta, hogy gondoljuk át egy kicsit, hogy mit is akarunk valójában, és akkor most már van egy ilyen csökkentett... Hát egy racionalizáltuk azért. Akkor racionalizáltuk az elképzeléseket, így van. És akkor most ezzel így megyünk tovább. Már vázlattervet készítettünk, ezt elköltük az építésznek, és ő most pofozgatja egy kicsit, hogy szerkezetileg is működjön. Így van, tehát most már tényleg egész jó. Mi összeszedtük, hogy akkor mik az igényeink, azt úgymond így megegyeztünk vele, hogy jó, rendben, akkor ezzel így fogunk tudni dolgozni, és akkor most meglátjuk majd, hogy mik lesznek az első ilyen látványtervek, amelyeket már ő tud megalkotni ehhez, úgyhogy már nagyon várjuk. Ezt egyébként ezekben a hetekben ígérte, úgyhogy bízunk benne, hogy ez mi november környékére is már meg lesz, és talán hamarosan egy megint következő bejegyzésünkben már erről is fogunk tudni írni. Úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk ezzel kapcsolatban, tényleg ez még így a szép része neki. Meg a közművesítés. Igen, és hogy állunk közművekkel? Mert igen, a villamos művek egy kicsit megszívott minket, a többi közmű az már így tervszinten megvan. Igen, meglepően jól ment egyébként a csatornának, a víznek, meg a gáznak így a közmű tervezése. Csak ugye mindegyiket meg kell tervezni, tehát még ugye az áram lenne hátra, mert hogy a terveket ugye össze kéne majd vetni, és csak utána indulhatna el a közműveknek a kiépítése. De nem akarjuk 25-ször felbontani az utat. Igen, és hát valamint most az áram szolgáltatónál ez a legnehezebb. Ugye, aki ebbe benne van, talán biztos hallott róla, hogy volt most egy ilyen átalakulás, hogy a régi émász, most már nem émász, hanem MVMI alakult, és azt érezzük, hogy ez akkora kavarodást okozott a rendszerbe, hogy... A műszaki osztályt nem találtuk meg telefonos ügyfélszolgálaton egy óra alatt. Hát igen, ilyen órákat hallgattuk, ugye csak a robottelefonközpontot, személyes ügyfélszolgálaton, mi nem tudunk olyanokkal beszélni, akik tényleg műszaki döntést hoznak, tehát nem lehet őket elérni egyszerűen. Azt érezzük, hogy semmi műszaki egyeztetést nem tudunk csinálni, és így hát nagyon nem halad, viszont... Hát nem tudom, hogy vigasz, nem vigasz, de másoktól is ezt halljuk. Tehát korunkbéli ismerősöktől, akik hasonló cipőben járnak, hogy áramszolgáltatóval lenne valami dolguk, akár új bekötés, akár fejlesztés, szintén ezt mondják, hogy hát nem tudnak haladni velük. Le vannak terhelve. Valószínűleg nagyon le vannak terhelve. Hát hatalmas, hogy ugye robbanáson még mindig ez a folyamatosan fűtött ingatlan piac miatt valószínűleg rengeteg munkájuk van, és Hát ez egy kicsit bosszantó tényleg, mert tehát konkrétan mikor júliusban kezdtük el az egész árambekötésnek ugye az ügyintézését, és hát október közepére odajutottunk, hogy kaptunk tőlük egy levelet, hogy lezárják az igénybejelentésünket, mert hogy nem tudták felmérni a telket, és akkor slussz vége. Én pánikolva írtam nekik vissza, hogy de hát augusztusban kijöttek és felmérték, hát ott voltunk személyesen, és erre azóta már nem tudtak reagálni, tehát ilyen szintű káosz az egész ügy, szóval ez szomorú és kicsit demotiváló, de hát harcolunk az elemekkel. Remélni tudjuk, hogy a következő ilyen híradásotokra ez is megoldódik tőlem. Híradásotokra? Milyen szót találtál te erre, Nóri? És reméljük, hogy lassan köszönjük. Valami videó formátumban is tudunk majd valamit bemutatni felületek. Hogyha már látványos változások lesznek. Szerintetek az első kapavágás vagy téglalerakás az mikor fog elkezdeni? Oké, már ki van tisztítva, de ami tényleg a háznak a közvetlen megépítésével kapcsolatos dolog, az hogy tervezitek, hogyha minden jól megy? Hát szerintem a tervezéssel még el fogunk bíbelődni. Hát egy fél évig biztos, aztán lehet, hogy egy kicsit ez még csúszik. Igen. Azért függ ez sok mindentől, ami nagyon összetett. Igen, nagyon összetett, sok mindentől függ. Én egyébként tervekkel úgy számolok, hogy jövő nyár elejére már egészen jók leszünk.
Tehát, hogyha most így rápörgünk a tervezésre, akkor az egy fél év alatt nagyon pöpecre meg lehet csinálni. Inkább mindent jól meg akarunk tervezni, és minden szokágot meg akarunk tervezni, nem akarunk úgy beleugrani, hogy hát majd lesz valahogy, és akkor utólag fogni a fejünket, hogy áj, ezt nem így kellett volna. Inkább a tervezés hívei vagyunk. És hát mérnökök vagyunk. Meg alapvetően Eszter is, ugye, mivel gépész tervező mérnök, ezért talán ez a bűn is fakad, hogy erre odafigyelnénk. Hát én bízok benne tényleg, hogy esetleg jövő nyáron, nyár végén ez elindítható lesz. Aztán meglátjuk majd tényleg, hogy hogy alakulnak itt a piaci viszonyok is. Hát az alapanyag hiány, hogy fog éppen akkor állni. Igen, tehát most még az is van, hogy az embernek adott dologra van pénze, se biztos, hogy meg tudja vásárolni, mert egyszerűen nincs a boltban. Tehát de sok ilyet látunk. Ha kavicsra van szükségetek, akkor a sugárút végén találjátok egy kavicspányát, aki nem rég nyílt. Igen, hallottuk. Az már lesz helyben. Így van. Nincs is olyan. Hashtag megmutatjuk. Élőben. Olyan büszke voltam magamról, hogy a mai adás alatt egyszer se futottunk ki a bed alul, és most elindult. Hát igen. Az építkezés nem egyszerű dolog, de szerintem erről mindenki tud nyilatkozni. Gábor is bólogat. Igen. Mindenkinek vannak horror sztoriai, meg minden. De a jó hír az, hogy miután már készen van a ház, utána egy év múlva már nem annyira emlékszel minden horror sztorira. 10 év múlva pedig már egészen ambivalens vagy dologgal kapcsolatban, akkor már nem tudnak ezek felhúzni, hogy hát az 2 centivel lejjebb van, az nem ér össze, az nem működik. De még ilyen nem lesz. Vagy ilyen mindig van? Hát régen, amikor a mi házunkat csinálták, akkor volt, de most természetesen már ilyen nem lesz. János házat tökéletes lesz. Úgy legyen. Reméljük. És reméljük, hogy ezt mindnyomban tudjuk követni majd. Köszönjük szépen, hogy elmeséltétek nekünk, meg megint leírtátok, és hát izgatottan várjuk a fejleményeket, hogy mi lesz a folytatásban. Nagyon szívesen, mi is köszönjük, hogy megosztottuk veletek. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok, további szép estét nektek.